Építeni nem lehet egyedül, mert hogy már a technika is bonyolult ahhoz, még a legegyszerűbb épület esetében is. De az igény is közös, általában az ember nem egyedül szeret lakni, hanem valaki mással. Ilyen formán a legelemibb építési tevékenység is közösségi műfajjá válik. Az, amiről ma ez a konferencia szól, hogy hogyan, miképpen képes a szakma, a képzett építészek és mérnökök köre együttműködni azokkal a helyi tudást, helyi hagyományokat jól ismerő kisközösségekkel, akiknek az igényeiről beszélünk. Amikor fölmerült az igény, hogy a Magyar Művészeti Akadémia építészeti tagozata szervezzen egy oktatással kapcsolatos konferenciát, akkor szinte automatikusan arra gondoltunk, hogy az építészeti gyakorlatnak, tanításnak ezt a szeletét, ezt a nézőpontját fogjuk középpontba helyezni a mai napon. Tanárként azonban azt látom a mi tanszékünkön és az egész Építészkaron, a Műegyetemen, de más egyetemeken is, hogy az utóbbi néhány évben, 5-10 évben hihetetlenül felerősödött a hallgatókban a tenni akarás, a két kézzel való munkálkodás, a csinálás igénye. És ez a kétkezi munka, ez nagyon fontos a legtöbb hallgató, de hozzáteszem a legtöbb tanár számára is. Hogy kerül egy fúró egy traktorgumiba? Gyerekeknek készítünk szintát. Fúróval megforrtuk a gumit, aztán dekopi fűrésszel kettévágjuk, és a végén hevederrel át fogjuk szőni. Ez egy játszótéri elem lesz akkor? A Gyöngyösi Autista Központba az autista gyereknek készítjük. A nyár folyamán el fogunk készíteni egy ilyen szabadtéri térleferést, egy árnyékolót, aminek az oldalára fogjuk ezt a mintát rögzíteni. Ha minden igaz, majd egy párja is fog készülni. Na és most, hogy ketté nyílt ez a szép traktorgumi, mi lesz a következő fázis? Most jöhet a kötözgetés. Ezzel a színes hevederrel fogjuk átkötni. Itt a közepén kell majd átszőni. És egy reményeink szerint egy eléggé masszív szövésminta fog kialakulni. És itt középen fognak tudni csücsülni benne a gyerekek, és majd a végén 4 ponton valószínűleg láncokkal, fémláncokkal fogjuk felfüggeszteni. Ez most egy újjászületés. Nagyon sok olyan fiatalt látok, akár a saját iskolánkból, akár máshonnan, akik főleg szóbeszéd és szájhagyomány útján értesültek róla. A Kassai Egyetemről is van egy előadónk, vagy van egy olyan műegyetemi építész hallgatónk, aki már nem először vesz részt egy afrikai közösségi építőtáborban. Van egy másik előadónk, aki viszont Finnországból érkezett, szintén fiatal építész a Győri Egyetemről, aki a finnországi kapcsolatokat fogja itt nekünk prezentálni. Nekem most különösen ez az építés azért volt annyira erős, mert előhozta azokat az élményeket, amit a sok építés az elmúlt évek során jelentett, hogy a hely kapcsolata, ez a közvetlen kontakt, és nem amikor geodéziai felmérésen keresztül találkozik az ember vele. És főleg itt az anyag durvasága az, hogy tényleg fatörzsekből építettünk, hogy ez egy olyan fajta figyelmet igényelt, ami szinte egy meditatív tevékenységgé fokozta ezt az egész építést. Én lakára készítitek ezt a mesterművet, hol tart most ez a folyamat? Ez egy teraszos pavilon épület lesz, ami rendelkezik egy interaktív információkat hordozó fallal, képes befogadni akár szemben lévő egyetlen működő közintézmény a kocsmának a vendégeit, de lehet benne előadásokat tartani, és a nyári egyetem mentén megmutatom ezt a maketet, jó? Itt látszik maga az épület, itt fog kialakulni egy kisebb terasz. Ez egy jelenleg zöld felület a kocsmával szemben, amit most át fogunk egy kicsit formálni, de úgy, hogy a faluképbe mindenképpen illeszkedjen, és a tiszteletben tartsa azt az épített örökséget, amit most 3 éve igyekszünk felmérni és átmenteni egy következő generációnak. Mit szóltak a helyi lakosok ehhez a kezdeményezésetekhez? Örültek neki. Eléggé elszigetelt ez a település. Azt kell tudni róla, hogy most körülbelül 100-160 lakosa van, és ennek a 90%-a 60-70 év felett tartózkodik már elég előre haladott korban. Fiatalok nagyon nincsenek, és az egész falu kezd kiüresedni, ezért mikor mi megjelenünk ott a 20-30 fős fiatal csoporttal, akkor nagyon szoktak nekünk örülni, és tudják, hogy azért megyünk, hogy egy kicsit megmentsük azt, amit ők fölépítettek. Reméljük, hogy tetszeni fog nekik. Nagyon, nagyon erős szűrő a tervezés során az, hogy lássuk, hogy kiknek tervezünk, és maximálisan használható legyen az épület, amit létrehozunk, hogy megéljék és tudják használni, különben funkcióvesztett lesz maga, amit létrehozunk. Határozott szándékunk volt, hogy ezt a konferenciát ne építészeti közegben szervezzük, hanem építészeten kívüli közegben, tehát nem építésziskolában, nem egyetemen, nem az akadémia épületében, nem az mészszékházban, hanem itt a Millenárison, és azt szeretnénk, hogyha az építészet társadalmi közügyé válna, és a pici magunk eszközeivel, egyszerű eszközeivel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.